Gyerünk, Diana! Mi van a piros dobozban? Csajok, mindent megmutatok most nektek. Diana, ez alsó nemű? Nem. Talán egy kozmetikai doboz? Nem. Csajok, mindjárt megmutatja. Nos, csajok. Diana, ne tarts minket feszültségbe. Mi van a dobozban? Nos, csajok, emlékeztek rá, hogy mondtam, hogy meg akarom lepni magam valamivel? Sokáig gondolkodtam, és... megrendeltem. Nézzétek! Diana, ez egy könyv Scrooge McDuckról? Nem, Méri, ez nem egy könyv. Csajok, ez egy táska. Nézzétek, nagyon szuper! Annyira gyönyörű! Diana, megmutatod, honnan szerezted? Rendelj nekünk is! Nastya, mit nem értesz? Nem bírod csak úgy megvenni és megrendelni ezt, látod? Írja, hogy Lady Diana. Diana, amiket mond a gyűlölködőkről? Méri, olvasd el, a gyűlölködők meg lesznek büntetve. Diana, mutasd meg, mi van benne. Csajok, ez egyszerűen tökéletes, és még piros is. Egyébként meg csajok, hamarosan buli lesz, és én majd ebben a táskában fogok jönni. Nézzétek, jól áll! Amit a gyűlölködőkről mond, az igaz. Hamarosan itt a buli, és neked van új táskád, nekem a régit kell vinni. Diana, kölcsön adsz nekünk párat a régi táskáid közül? Csajok, ugyan már! Ha Dianának új táskája van, akkor az mit jelent? Azt jelent, hogy a régiek a mieink. Én az enyém. Lehet az enyém? Csajok, amelyiket csak akarjátok, a barátnőmnek bármit odaadok. Hello, csajok! Diana, rossz hírünk van a számodra. Szia, Smiley! Ne, bármi más jöhet a rossz híreken kívül. Annyira jó a kedvem, egyébként megkaptam egy új cuccot. Nézd meg! Mi történt? A lúzerek csináltak valamit? Mike tanár úr mérges? Esetleg a békákról van szó? Nem a lúzerek, és nem is Mike tanár úr, hanem a békák. Lényegében a békák le akarnak titeket győzni. Nagy terveik vannak. Az menő, Smiley, ezt már amúgy is tudtuk. Csajok, le tud minket bárki is győzni? Az lehetetlen. Csajok, ez most komoly. A békák jobbak akarnak lenni, mint ti. Hallottuk, hogy ugyanolyan frizurát és hajszínt akarnak, mint ami nektek van. Higgyetek nekem. Kit érdekel? Csajok, hagyjátok abba a fontoskodást. Ugyanolyanra fogják festeni a hajukat. Nektek pedig ez a szín van az egyenruhátokon. Kell ez nektek? Nem is ismertem korábban szőke csajokat. Smiley, ne pánikolj. Senki sem lehet jobb, mint mi. Tudod? Csajok, csak figyelmeztetni szeretünk volna titeket, de ha biztosak vagytok a dolgotokban, akkor minden jó. Tisztelünk titeket. Na jól van, csajok, mi megyünk edzésre. Hello, srácok! Ki kérte meg őket, hogy jöjjenek ide és roncsák el a hangulatunkat? Nos, csajok, ha a békák kékek lesznek, akkor mi... Mire gondolsz, Diana? Megijesztesz minket? Csajok, éhes vagyok, és ez minden, amim van. Nekem meg ennyim van. Csajok, ez az enyém. Mit tudnánk rendelni? Ice semmit sem fog ingyen adni. Most rendelhetünk májva cukrot mindenkinek egy darabot. Figyelmetekbe ajánlom a Hópehely szépségszalont, a zöldeske promóciós kóddal 50%-os kedvezményt szereztek a manikűrözésre. És a pillangószalon pedig kedvezmény biztosít sejem szempillákra Karina kóddal. Hé, mit próbálnak ránk súzni, csak mindenki ismeri a pillangót és a Hópehelyet, nagyon rosszak. Nagyon rossz a munkájuk. Ezek közül egyik szalomba se fogok még ingyen sem menni. Nem kellenek a kedvezményeitek. Békák, azért vagytok ilyen rondák, mert nem jártok szépségszalomba. Csajok, várjatok. Ájsz, tudsz nekünk adni ingyen valamit? Békák, ingyen nem. Én a pillangóba akarok menni, ott a legjobb. Figyú, a Hópehely szalon 5%-os kedvezményt ad a zöldecske promóciós kóddal. A pillangószalon pedig Karina promóciós kóddal engedményt ad a sejem szempillákra. Csajok, köszönöm, készen állunk arra, hogy még szebbek és szebbek legyünk. Én a pillangóba megyek. Csajok, ti szépek vagytok. Igen, minél több a kliens, annál több az érdeklődő. Végre veszek egy új Jordan. Csajok, itt vagytok? Nem fent voltatok? Srácok, itt vagyunk, rendeljünk valamit. Egyedül lettünk. Ájj, én egy tiramisut kérek. Én egy lattét. Én egy nagy kakaót. És még több májva cukrot. Nos, ha a focisták kifizetik, akkor rendben van. Hét egy gyáva! Ssss, le a sisakkal! Szöldecske, hallasz engem? Ó, ne, eljátszák, hogy nem hallják. Csajok, szerintetek a kosarasok már elmondták Dionának a frizurás dolgot, mindent hallottak. Júlia, a bégák megijesztenek. Gyáva, nincs pénzünk, szóval nem is kell látnunk és hallanunk sem őket. Srácok, ti mit kértek? Én egy teát. Én egy pizzát. Én tinta halat. Csajok, még mindig éhesek vagyunk. Éhesek, de boldogok. Meglátjuk majd, hogy a nyuszik mit művelnek magukkal. Biztos vagyok benne, hogy a kosarasok elhitték, hogy kék hajunk lesz. Csajok, ti mit gondoltok, a nyuszik milyen színt fognak választani? Rózsaszín szerintem. Nekem tetszik. Jana, miért ülsz és eszeld? Nézd az ajtót!
Miért nézném az ajtót? Senki sem fog jönni. Mindenki a kávézóban van. Tetszik ez a májva cukor. Figyelj rám, Jana. Ha nem fogod figyelni az ajtót, akkor elmegyünk innen. Semmit sem fogok kérni. Rendben. Kérj, Laila! Itt is van. Milyen meglepetés. Diana telefonja a Smiley szekrényében. Laila, megtaláltad? Igen, itt van. Laila, nézzük meg! Jana, nyugodj már le! Itt nem nézhetjük meg a telefonját. Menjünk! Knopa, így? Vagy így? Vagy így? Diana, nem! Mondtam, hogy ne csináld ezt! Ugyan már! Knopa, ha a békák eldöntötték, hogy kékek lesznek, akkor nekünk is ilyen frizuránk lesz. Tudod, én vagyok az egyedüli, aki ilyen különleges. Az én hajam a derekam aláig ér. Nos, hogy így? Diana, meg fogod bánni, legalább bágd olyanra, mint az enyém, ne túl rövidre. Sokkolva vagyok, egyforma frizuráink lesznek, milyen menő? Méri, őszintén már az is fura, hogy Diana belement ebbe. Knopa, eldöntöttem, ne legyen túl rövid, de túl hosszú sem. Pont így, válligérő legyen. Diana, értjük. Csajok, ha igazi barátnők lennétek, nem hoztatok volna ollót. Knopa, nyugodj le, Diana kért meg rá minket, itt van. Nos, Diana, választottál hosszat? Igen, csajok, eldöntöttem, olyanra vágom, mint Knopáé. Meg vagyok elégedve az edzőtermi változásokkal. Nekem annyira nem jön be. Most majd a pompomlányok is edzeni fognak. Miért? Az menő. Mi kosarazunk itt, a csajok pedig majd mellettünk ugrálnak majd. Szerintem ez menő. Gyerünk, srácok, ez tök menő. Hamarosan még jobb lesz itt. Na, gyerünk edzeni! De unom már az iskolát. Igen, én a pillangóba fogok menni. Én eldöntöttem, hogy annyira szép leszek. Szerintem ott a legjobb. Higgy nekem. Kutya, hol vagy? Itt vagyok. Nos, emberek, lecsekkoltátok az edzőtermet? Igen. Srácok, még nincs vége. Ez csak a kezdet, az iskola át fog alakulni. Tudja, Mike tanár úr, ha a nyuszi pompom lányok is megváltoznának, az lenne a szuper. Túlságosan is fontoskodnak. Egyezek a patkányokkal, Mike tanár úr, de ez rendben van, hamarosan változások lesznek. Mi van, a rózsaszínre festik a hajukat? Rózsaszín? Végek, kevesebbet beszéltek Dianáról. Meg fogom tépni a hajatok. Üdv, Mike tanár úr. Mike tanár úr, van itt egy új lány. Nézzétek. Üdv, Mike tanár úr. Hello. Hello. Diana, mik ezek a változások? Levágottad a hajad? Rosszul érzem magam, épp a változásaitokról beszélgettünk. Mike tanár úr, változások voltak, mivel a nyuszik nem maradhatnak ugyanolyanok. Diana, őszintén szóval ez a frizura nem illik hozzád. Stella, látni szeretnélek téged kék hajjal. És ki mondta, hogy nekünk kék hajunk lesz? Stella, mondd meg neki, hogy mi csak vicceltünk. Hallottad ezt? Hogy mi? Vicc? Látod, Diana, majdnem csináltál egy nagy hibát. Emberek, adjátok abba a dumát. Nosztja, add a fizeteket a fiúknak. Nosztja, nem szeretnél mondani nekem valamit? Hagyj békén. Döntened kell, igen vagy nem. Emberek, hagyjátok abba a beszélgetést. Ma nagyon fontos témánk van. Világi műanyag. Műanyag? Mike tanár úr, én csináltam egy hajót műanyag üvegekből. Patrik, te bolond vagy, ez a téma nem erről szól. Mike tanár úr, én nem veszek italokat műanyagpalackban. Az én családom nem használ műanyagzacskókat. A nagymamám szottyrokat csinál. Dima még adott is nekem egyet a szülinapomra. Le a kalappal, tisztelem a nagymamátokat. Mike tanár úr, tudom, hogy a műanyag a legkárosabb környezetszennyező. Igen, a műanyag 1000 év alatt bomlik le. Mike tanár úr, ez más téma, de a családom többé nem eszik húst. Meg szeretnénk húvni az állatokat. Emberek, látom, hogy nem vagytok bolondok. Meg kell védeni a természetet. Smiley, kicsit megváltoztam. Remélem, hogy észre fogod venni az új kinézetemet. Mike tanár úr, én védem a természetet. Minden évben elültetek egy fát. Nastya, Nastya, mit akarsz, jaja? Diana, nem vesztett el a telefonját? Hogy mi? Semmi, semmi. Diana, menő a telefonod. Hogy mi? Csak menő. Emberek, ti csodálatosak vagytok. Van egy jó ötletem. Ültessünk 1000 fát a hétvégén. Ez az! Később pedig elviszlek titeket egy körre a műanyagpalacból készült hajommal. Kicsoda? Gyigyi, te? Nem, nem én írtam. Smiley Cross, Max Ross, a lúzerek menők, szuper, Júlia, te voltál?
Miért én? Nem is voltam a tábla közelében. Tudom, hogy ki volt. Kicsoda? Miért hallgattok? Mi van, Max? Téged nem érdekel? Smiley, nem érdekel. Smiley, ne törődj vele, csak töröld le, kit érdekel, hogy mit írtak fel. Nem, Smiley nem rossz. Aki ezt felírta, annak a nyelvével kéne letörölni. Na és te? Jana? Mit Jana? Jana ezt akarta felírni. Smiley szupermenő, de a krita eltört. Jana, tudatnom kell valamit veled. Ne kapj el, én egy reménytelen lány vagyok. Senkinek sem kell lesz. Fogja egy rongyot és töröld le. Smiley rossz. Smiley rossz? Én vagyok a legjobb a suliban, Diana után. Smiley rossz és Diana is, az a patkány jó dolgokat írt fel. Blondi, nyugodj le, te vagy a rossz zöld békák. Jobbak akarnak lenni a gyusziknál, ezért kékre festették a hajukat. A mi ötleteink nagyon jók. Mi van Dianával, kopasz talán? Diana kopasz? Diana kopasz, ne vicceljetek már! Láttátok a haját? Jana, ez egy rossz telefon, de akkor... Micsoda? Ki lehet? Ez nem Diana telefonja. Akkor ki ez talán, Lajlái? Hol van Smiley szekrénye? Smiley vett egy iPhone 12 Pro Maxot. Nem értem, mit kutakodtok más szekrényében? Smiley szekrényét nézik, kit érdekel? Ez nem a megfelelő pillanat. Semmit nem csináltunk. Ma nővérek vagyunk és rohadt étel keresünk a szekrényekben. Smiley szekrényében valami nagyon bűzlik. Nagyon büdös, szerintem valami megrohadt. Egyébként meg van pár omlott burger a szekrényemben. Kitakarítnátok, kérlek? Figyelj, de a te szekrényed tényleg bűzlik. Démon, ki fogják dobniuk, nővérek? Ez meg mi? A romlott kekszeink. Nővérek vagytok, dobjátok ki. Oké, menjünk. Diana, mi van veled? Nem bírtál volna megkérdezni, mielőtt levágatod a hajad? Figyelj, Smiley, a változás nem árt. De be is festetted. Ő csak attól félt, hogy jobban lesz, mint ő. Békák, hallgassatok, rendben? Smiley, mondtam neki, hogy ne csinálja. Diana, most hogy legyek veled? Hosszú hajad volt, egy hosszú hajú lányjal voltam, és ez a szín, ez eléggé furcsa. Vagy mit mondjak most erre? Smiley, igazából ez egy hamus ombre, nyugodj le, annyira azért nem rossz. Hát ez már nem lehet rosszabb, Diana. Nagyon passzol hozzád. Békák, nyugodjatok le. Annyira hülye vagyok, hogy hallgattam rájuk. Nem kellett volna elmondani. Smiley, a te hibád, hogy elmondtad a nyusziknak, hogy a békák kékre akarják festeni magukat. A békák nem festették be a hajukat. Ja, tuti. Nem festették be a hajukat. Nem is akartuk. Tudtuk, hogy kihallgattok minket. Ezért találtam ki a sztorit. Békák, a szándékos volt, csak egy vicc volt. Tudták, hogy kihallgatjuk őket, és mindent kitaláltak. Diana, én annyira hülye vagyok, elvesztetted a hajad miattam. Nasztja, igen vagy nem? Majd később. Gyerünk, szakítunk vagy maradunk együtt, és megpuszíjuk egymást. Ez komoly gondom van, hogy nem látod? A békák megmutatták nekünk. Jól van, békák, örülhettek egészen holnap reggelig. Mi? Ez meg mit jelent? Tényleg? Baba, fúj! Srácok, persze, a békák csaltak egy kicsit, de rendben van, holnap majd megtudunk valamit. Nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok a csengőre, majd találkozunk, sziasztok! Meg még egy dolog, srácok, ha eredetinek születtek, akkor ne halljatok meg másolatként, találkozunk még, sziasztok! No one ever sees me, sees me.